Te kőbe van Belefáradt rakva. az egészbe. Közben beszél a háttérben valaki. Bizonyára hangosan olvassa felfelé a blikket. Nem érdekel. Belefáradtam. Idején leguggolok szépen. Majd mindjárt jön a metró, vonat, vasút. Aztán elgázol. És nem játszok tovább, ennyi. Hogyha valaki azt akarja, hogy játszok tovább, akkor megment. Ha nem, akkor meg itt hogy. Segítesz, vagy azt mondod, hogy hát, inkább hajd meg. Viszlát. Köszönöm, hogy ilyen kedves barátaim vannak. És még valaki a metrót, meg a vasutat, meg a vonatot is lefújta. Nem jön? Hát mi ez? Egyébként úgy akartam, hogy oda, jaj, mi hangunk geci, oda akartam teleportálni a fentre a kocsit, de ledobott, és úgy akartam, hogy elülök a gecibe. De az a baj, leteleportál. Köszi. Jó, tudtam én, hogy... Ne hívj Kájmán, bazd meg. Amúgy most látom, itt van a metró. Így Ki van. van így... Hát így Ez sikolva. Metro 2033 Redux, srácok. Ez már az eredeti verzió. Mi van? Mi te hárman bemutattak? A faszom tudja egyébként. Lesz-e hárman? Vagy Már lesz-e rég. hárman, vagy lesz új metró? Persze, amúgy rohadt jó lesz. Hát Hát figyelj, az a a baj, nem Magyarországon játszódik, mávosok szóval. biztos, hogy csinálnak. Persze, igen. Ajde, milyen? Nem tudom, nem tudom. Hogy Na, tudják annyira hangulatosá tenni, meg annyira, hogy is mondjam, sok rétegűvé, hogy ne legyen unalmas egy idő után a pálya, hogy azért a metró járhatok azért egy idő után, nem a, hogy is mondjam, nem egy Bahama-szigetek. hát akkor képzeld el azt, hogy te egy postás vagy, és minden héten ugyanazt a utcákat járod, baszki. Hát nem metróba, És de vagy jó, metró. de képzeld el azt is még pluszba, hogy tök meleg van, és azt a postásnak a felszerelését kell hordani, tudod, azt a zöld szart. Hát tudom, persze, hogy tudom. Beledög lesz. Hanem úgy láttam már civil postást is. Ilyen fekete pólóban volt, meg ilyenek. Fekete póló. Hát pont a legjobb választás a nyári melegben. Persze. No. Mi most se tudjuk, Anyád, ugye? hallod, gyere fel ide! Igen. Ez rohadt durva! Föl tudsz jönni? Igen, itt vagyok. Ezt figyeld már, Michael milyen Jackson. közelről lehet látni amúgy. Mi? Ja, de jó seket van, bazd meg, jaj! Kicsit ilyen... Nem tudom, nem tudom. Félelmet keltő. Szerinted nekem hogy állna a bugyi? Nem áll, nem áll. Nem? Éppen most ebédeltem, közi. De... Mondjuk, annyit még tehetsz a jó ügy érdekében, mint a részlején, hogy egy kicsit lehalkítod magadat, hogy tudod. És megteszi, mert azért vannak a jó barátok. Tovább nem éneklem ezt a gyászot. Ja, igen. Ez lehet halk lesz. Mond, énekelj valamit. Azért vannak a jó. Oké, jó, tökéletes a hang erő nyomás. Na, de akkor most nyomás a küldetésekhez, csak az a baj, hogy a főküldetéseknél mi most se tudjuk, hogy mi van. Hát figyelj, válasz ki egyet én. Hát akkor mellékületés, de nagyjából már vágott, hogy most what's going on? Igen, de hogy érted? Hát, hogy a főkövetést hogyan tudnánk tovább csinálni? Mert nem tudjuk tovább csinálni. Hát tudod, ott mutatja, hogy valamit csinálnunk kell, el kell érnünk, hogy nem szabad, don't touch her, meg ilyesmi. Esküszöm, nem emlékszik ilyenre. Na majd akkor majd mindjárt megmutatom, hogy ezt megcsináljuk. Hát mi ilyen neonáci táborban volt az elmúlt 2 hét alatt, de mi van, hogy nem emlékszel semmire? Hívott hitel a táborába, azt... Jó volt. Tényleg nem mész ilyen... Ezzel nem viccelődök be, ezzel kurva köcsög. Nem mész ilyen tábor, vagy valami, ilyen szex tábor, vagy valami... Koncentráció... na, nem. Nem, de Isten mencs, hogy menjek, adjál meg. Búzis. Ilyen fiú tábor. Hát, persze. Karate tábor, vagy valami. Mindéket kézzel ölöm, mert hallod, olyan Mátrix vagyok. I'm just a kid. Haha, fingot lőttem a gyerekre. De miért nem robban fel rajta? Jön fel.
Hol van? Ja, leestek. Eszkere! Ilyenkor elfogyott a minékóta a boltban, mi van? Bizoltam a kóztát le. Deleted. Na hát, én is ezt kívánom már ennek a játéknak, deleted. Jó, hát azért nem utálom annyira. Én se. Asá, odakár. Mármint érheni. Egyébként arra emlékszek, amikor beteg voltam kiskoromban, mindig az volt a hagyomány anyámmal, anyukámmal, mert úgy csúnya mondani, bocsánat, hogy elmentünk, hallod, mentünk orvosi rendelőbe, kiírta a gyógyszereket, tőle kiváltottuk őket, minden, és utána elmentem hamburgerezni, és kb. Egyszer egy évben voltam beteg, és mindig tudtam menni egyszer egy hamburgert. És hallod, most is kívánom. De tudod, hogy... Ja, hát ez még elég fúr, igen. Elrendelhetem? Még máig benned él. De tudod, hogy csak azért mentem mindig hamburgerezni, mert csak egy éve egyszer voltam beteg. Ha több szerettél volna, kisebb jó, menjünk hazafele. nem úgy. Volt, amikor többször voltam egyébként. De erre arra akarok kiukadni, hogy amikor nem voltam beteg, egyszer sem mentünk el. Ja. Én inkább ilyen chipses gyerek voltam egyébként, nagyon szerettem a chipset. Meg a pankrációt. Már lassan fel akartak keresni téged a Csiótól, hogy a képedet tegyék már a csipzőjöckul. Igen, mint a kinderni. Hallod? Tegnap néztem Fun Made Maker Live-ot. Hallod? Valami 6 órán keresztül Fortnite-ozott. És a gyerek ugyanúgy maradt egy helybe, alig állt föl, meg semmi. És nem voltak ilyen elváltozások, színelváltozások, arccal, mint hogy a bekékült, hogy valami. Avatar. Nem volt egyébként. Úgy volt, hogy beszéltek kettőkor, hogy rendel kaját. Mondom, jó. Visszanézek, hallod. 2 óra múlva, na akkor megrendelem mámot, de igen. Picit lekésett. Hát annak se kell gyomolt gyűrű. Nem. Amúgy szerintem, amivel még mi tudnánk játszani egy kóp, az lehet, hogy még a Left 4 Dead is. A 2? Vagy az 1, nekem mind a kettő meg van. Hogy állsz velük? Jó, mondjuk az mindig hát is. Hát olyan jó, mint a csöcsöd, állj már meg egy perc, légy szó. Így a legnagyobb tűzzivatar közepette. Ez a legjobb a játékban, megmondom őszintén. Én Steamen értékelni fogom, azt írom csecs. Csecs. Komolyan, ez a legjobb a játékban úgy. És így rád ír a Steam support, hogy biarák bajod van. De annyit egyébként... Annyit érzek, hogy installáltul a játékot is megérted. Egyébként benne vagyok. Megnézem mennyi, most megy hány euró. 1,50? Azt hiszem. Mert ő is le van áll, minden le van árazva. Amik a legolcsóbbak, azok az izék. Valvos játékok. Ember ugye beértető egyébként. A Steam, igen. Mert szart se veszi őket. Ja. Egyébként igen, az jó, mert Steam. Látod, én kedvesebb voltam, mint te. Ezért vagy beteg? Már mindenkit ócsároltál most. Isten megkegyelme? Jó, nem istenezünk, na. Nincs még vasárnap. Nincs még vasárnap. Meg egy koncentrációs tábornak. Még a koncentrációs tábornak már nincs a rosszabb, amit el lehet mondani egy videóban. De hogy nem? Az, hogy Fidesz kér? Kaptunk egy kardot, vagy mi? Aha. Ezt én is nemrég megcsináltam. És hogyha ezt így tovább csinálgatod, hát ebben meg lesz komplítja. Akkor megint tudunk vele beszélni. Megint beszélek vele, és akkor megerősít, meg ilyen hülyeség. Vagy nem, várjál. Igen, ez így működik egyébként, de rohadt jól néz ki ez a kard, de semmi különlegesség nincs benne, csak úgy mellékesen megjegyzem. Most mi beszélünk sokat vele, akkor azt mondja, hogy... Nem, én néztem közben küldetéseket, de nyugodtan ne zavartasd magad, még beszélhetsz barátnőtet. Barátnőmmel? Várja. És visszamenjünk a szeparációba, nem? Vissza. Ne menjünk vissza. Miért? De akkor nem megyek. Azért, mert még itt vannak ilyen sipesek. Kinzi akar velünk beszélni a sipben, meg minden. Ah, fasz, ki van, hívjon fel telefonon.
De lehallgatják a űrlények, hogy nem lehet. Hát persze. Mi volt ez a lányos hang? Ez Furby hang volt. Ja. Visszanéztem a videóit régebben. Ilyen retardált Minecraft gameplay-ekkel kezdik. Meg a Minecraft... Te minden nézte régebben amúgy, mindenféle trash-t. Azért találtál a Gate Analy csatornán is. Ezt akartam mondani egyébként. Ott egy férfi seg. Na, köszönöm, hogy elmentél. Jó? Igen, ennyi volt a küldetés. Na, jó? Friendly Fire. De ezek olyan alapküldetések, hogy... Persze, ilyen... egyébként a játékot... Szerintem az ilyen kisebb lófaszfanoknak találták ki. Szerintem, hogyha já nem játszottál a Saints Row 3, akkor többbe unod a lófasz. Én csak azt mondom, hogy ezt a játékot DLC-ként kellett volna kijönni. Úgy akarták. Tudom, hogy úgy akarták, de most én... Van benne tartalom, nem azt mondom, de nem olyan sok, hogy egy különálló játéknak lehessen ezt nevezni, szerintem. Egyébként nincsenek rossz értékelései, szóval... Nincsenek, hát ezzel nem azt mondom, hogy rossz, csak... Mondjuk eredetileg a Vice City is egy DLC lett volna, de annyi mindent tette bele, hogy... Végül mindek nem a lett. Mindek a DLC, San Andreas, vagy melyiknek? Hát a háromnak. Hárma, mondod. Na igen, a San Andreas az 4-es, 2-4-es. Arra is van, amelyik nap nagyon megjött a kedvem, hogy bringázgassak. Azt nagyon, nagyon éltem benne. Tudod, van az a kis... biciklipálya. A Grove Street fele. Hallod? Órákat el tudtam ott tölteni, stanolgattam minden, hogy faszom. Csináltam videókat is róla. Hát most így merengek, elképzelem, hogy tényleg ott a valódi biciklin mellett állsz, és így süt a nap meg minden, és biciklizni kéne, és bemész gépezni. Nem, és így tudod így, egyik percre ránézel a biciklire, és már nincs rajta két kerék. És így, CJ, what the fuck? Várjál, ezt hogy a faszomba kéne, hogy csinálom? Jaj, ne, ezeket a hekkes izékre, most én beteg vagyok, bazd meg, most... Valaki lő! Megy le fel az izé csukjáspinám, a HP-m. Mit csináltunk már megint? Nem baj ez? Na. Elhalálozunk. Jani, meg fog hal... Nem, nem haltam. Anyád! Egy másodperc maradt hátra, és pont megcsináltam, bazd meg. Amúgy te még csinálod? Nem, megcsináltad, szóval nem kell. De hogy azt mondja, hogy menjünk vissza a Jeep-o? Jeep-o, a Jeep-hez. Na jó, én most nem futok, én most kocsival akarok menni, nem futó, hogy... Jó, most már itt az éppen ideje. Hogy is kell leírni a kocsit? B. És hosszan N. Most... Ja, vissza. Hát valahogy lehet írni a kocsikat, nem? Hát ha... hát a tabot megnyomod és ott van, hogy phone. És tudod a vehicle delivery. Ja. Mert elviszlek. Jó, menjünk ezzel a... Csak úgy belékesen meg... Jármi vele. Ej! Mindjárt megdög le. Hé, ne boríts fel, geci, segíts! Ja, nem is te vagy, jó, várjál már... Fekajánya, társadalok. Norbi! Bocsi, ja, nem direkt volt, tudod, hogy... Geci, felrobbantottad a kocsim! A kurva szádat! Jó van akkor. Mondjuk, szerintem visszavágol a három után. Én visszavágom minden után. Még a pálinka után. Jajaj. A szép út. Na, hát az a baj, hogy ezt az úton nem teherautón találták, és... Mi a teherautóra? Hát nem mi vagyunk a teherautóra, ott mentek teherautók. Hát most nem mindegy kikerülött. Hát nem. Mert ezt nem... nem... Megye vajogtál? Én félek a víztől. Hallottam a játékból, hogy csaj sikítás kezd. Máté HD. Hogy jött ezt a sár? Nem tudom. Csak szeretem nézni az online-os videó. De bazd meg a faszom élőnek! Megy lefele az idő. Egyébként szeretem nézni az online-es videót, onnan jött. Na, én megcsináltam. Te mit csinálsz? Mi a game pause, bassz? Nem, rosszat nyomtam.
Hát most valamiért, ez nem Bajidox, ez nem Bajidox az. Nem tudom egyébként, szerintem nem kellett volna megtámadni bazd meg azt a kibaszott genget, Norbi. De! Nem érted, hogy kettő csárdás nem fér meg egy dudában? De! Na akkor ugorj, bazd meg, szevasz! Akkor hello! És mindenki megy a dolgára. Na. Amúgy a mapban láthatsz ilyen sárga pöttyöt. Igen, az, az milyen? Bárányi műlös a map. Sétörd a faszomba, akkor nem megy a körözés, csak jelenleg nem lát sehol se. Ja, ezt se tudtam. Ez egy hét azt mondod, hogy shake of fidget. Jó, és az úgy jó jel. Retardált, hogy kitalálva. Hú, geci, most valamilyen sok es van rádi. Én amúgy a FIFA játékosokat nem értem meg. Most jó, hogy új FIFA, de hogy a faszomba képesek kiadni 18 ezer forintot azért, hogy javult a grafika, meg javult a labdakezelés. Mi? Mi? Minek? Minden év. Minden évben bazd meg. Ne. És ugyanúgy van rohadt jó keresete van az IE-nek ezzel egyébként. Hát biztos, nem, biztos nem akarnak lemaradni, vagy valami. Persze, faszom. Én még a 13-mal játszok, bazd be. Hát, valaki meg le akar maradni. Be... Na várjál. Hogy a picsába csináljon meg ezt. De ez most nekem jelenleg nagyon megerőltető. Ajaj. És ha ezt így... 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 Jó, kész. Kész! Én már megint nem tudta érvényesülni. Hogy kell kilépni? Ja, egyébként... Berakd ezt a faszt. Nem rakok be semmilyen faszt. Én kiveltem videó előtt. Ezt a kardot egyébként meg kell menni valamelyik kurvába. Nem kurvába, hanem épületbe, tudod? Tudom. Egyébként osztálytársamat bírtam. Megkérdeztük tőle, hogy kb. Már hetedik óránkat ültük iskolában, megkérdeztük tőle, mikor vetettünk olyan, és azt mondta, hogy 10 perc. Tényleg így az, igen? Megoldott a gyerek, megoldott. Mondom, irigylem egyébként, hogy tüketik el iskolát, ez eléggé durva. Biztos szólt a takarítónő. Hát én annó még a volánbuszon csináltam ezt. Az mekkora köcsökség, geci. Meg amikor izé strandó vagy, az be a vízbe. Tiszap, tudod, mint a tiszap. Sok minden megért már. Jaj, le. Én amúgy el tudok képzelni. Visit, bazd meg a buszon. Hát majd még jobban mosolyog egy kis fap után. Ez megjött akkor a óvodatársaj. Szerintem nem megint. Ne ordibálj, mert meghaltál, bazd meg. Fejben. Hát mi mindenkinek jogában áll ordítani. De bár meghalt, akkor este 10 után már annyira nem, szóval kuf. Néztem a híradót. Videóm. De megint arról beszéltek. Ja, híradót? Mire? Politika? Nem, videójátok fogok is. Ja igen, mert most már valahol nem ilyen, ez ilyen betegség. De baszki, a droggal, meg a szerencsejátékkal, az meg hasonlítják egy. Azért szerintem egy picit erős, nem tudom. Hát, igen. Ez a jó játék függőség szerintem ez a pepe. Hát van benne, vagyis igaz, igaz. Hát jó, igen, mert egyébként én 50 eurót buktam el. Szerencsi játékkal, Cségóba, de úgy volt, hogy egy centről kezdtem, szóval nem raktam bele. Semmi ilyen, tudod. Mert úgy volt, hogy elraktam, hogy 100-100 dollárot lett volna. Hogyha megnyerem egy olyan 30%-os eséllyel, mondom rárakom szorzót. Még 2,8 mennyi volt, nem emlékszem már.
épp, hogy elbuktam, egy picit átcsúsztam, akkor lehet a 120. De jó, hogy mondtam, hogy 10 perc azért, hogy jó lenne, hogyha nem kéne megint felmenni arra a retkes kurva hajóra! Mi a hajóra? Hát, csatahajó. Űrhajó. Jó, ha nem jó. Jó van már. Nem tudom te, hogy vagy vele, de jelenleg én nekem hackelni kell. Igen? Ha? Hát. Hack Let's Pretend. Egy ruhabolt. Már az gyorsan meg kell, mert megint lőnek. De nézd meg, így nem bírom megcsinálni, hogy már most kezdtem el azt... Oh, kurva anyázokat, mávos, gecik, bazdmeg. Tudod, ezt így... De bazdmeg, hát beszarok! Tudod, így valakinek a nézőink közül, nézőt közül... Mávos az apja. De para lenne. Mármint... Volános? Akkor az, Isten tudja. Hát, az unokatása apja Volános. Ú, szegény. Életben van még? Hát, hogyha ezt meghallja, én nem leszek életben. Az olyan, mintha nem a húgycső, nem? Mikor így megyünk vissza, az ilyen, a húgycsőből jön kifel a húgy, nem? Azt szimulálja. De mi a faszomról beszélsz? Ugye, te nem láttad? Nem. Hát mikor megyünk vissza űrhajóra, akkor ilyen mindig ilyen csőbe megyünk vissza. Szia, az a húgycső. Persze, azt szimulálja. Várja. Azt szimulálja. Nem szimulálja, hanem elvégzi. Várja, megcsinálom én is azt. Meet Matt on the ship. Clear out. Meet Sid. Meetelem Sidet. Ez a játék annyira grandiózus 2013, akkora egy jó emberek voltak ezek a készítők, hogy egy küldetésben különböző feladatokat adtak a két társnak. Hát a fő küldetésekből mellékküldetések lettek, és a mellékküldetésekből még több mellékküldetés. Logik! Amúgy tényleg? Ilyen kék sperma. Na, hol van a cid? Na, mi? Találkozunk ezzel a... Én azt mondom, ez a kozsó gyerekkel. A sippen. Most éppen beszóltak nevetőporra, vagy valami halucigén anyaggal. Matt. Hát, kívánom, hogy fürdés után matt legyen a pénisze is. Kozsó, hát ez beteg nagy néves, viszont átkeresztetettem fogod el. Gyögyő az? I am surprised your planet did not have a stronger defense system against intergalactic attacks. Na, álmok futók, ma minden. Tiriririn, tirin, tirin. Pont beszélek vele. De kicsit ilyen Harsai Leventének is hasonlít. Mert... elnézést a vágásokért, mert minden egy kis pillanat, ez a képregényes rész az kimaradt, most jelenleg bocsánat kívánok. A felkészültség jelét mutatom meg most magamon. Bocsánat. De most megyünk a polgármesterhez és elnézést kérünk. Vagy a Major, az nem az? Major vendéglőbe megyünk szalókra. Ki vezeti a te? Mondom, én vezetem ezt a... Dálj már ki, mert nem bírsz vezetni. Miért nem bírnék vezetni? Tökéletesen megyünk. Elég nagy az út. Még el tudom korrigálni, hát ne haragudjam már meg. Attól függetlenül, hogy 3 éve is meleg. Titidi. Igen? Haragszol. Ja, hogy haragszok-e? Hát ezt majd megbeszem édesanyáméka. Ilyen 9 éves. Majd mondanak anyámnak. Anya, mondjad már, haragudjuk Robinra. Kézd Robin, tudod Robin. Ne, hogy hülye vagy. Hozzá a GTA-t ingyék.
hogy izé, de hogy nem haragudja meg fel, lesz olyan narancsot, meg kell abbazni. Get in the car. Car. Get hát ez nem itt van, nem? Ja, bazd meg! Norbi! Itt van mások utcába. Jó, menjék. És még kettő is van. Nem tudom, a tank az mi volt a kár, de van benne logika. Na, én megjöttem. Jean-Claude Van Damme. Destroy tanks. Még ezek a küldetések komolyan. Hát kiné a lúttal. Kiné a lúttal. Nem szeretek 20 FPS-re játszani. Most inkább meghajunk? Hát igen. Jó, akkor mindent az FPS érdekében. Persze. Kicsit ilyen homályos a látásom. Nem kell annyit drogozni. Nagyon, azt tudjuk is így kezdte, így fejezte be. No. What? Pierce is a hacker now? Actually, I was stuff back in Saints Row. Mi a Saints Row 2? Hát valaki meghackelhetné már... Beírják a kódokat, hogy 20 FPS parad? Ne. Amúgy valaki meghackelhetné már Saints Row 2-t, hogy rendesen fusson az a szar. Egy Saints Row 4-es izé, optimizáltsággal? Passzom. Na komolyan, abból is... Lehetne végigjátszást csinálni, hogyha úgy menne. Megnéztem, egy 1080-nal is droppolja az FPS. De valaki nem, mert tökéletesen megy. Tóth Máté. Ti van vele? Hát valakinek tökéletesen megy. Pölö. Hát ő... Valami ilyen, hogy a faszom tudja, mit csinált ezzel a játékkal, hogy megy neki. Pedig neked olyan ronda a grafika. Nekem csoda, hogy eljött a főmenőjük 30 FPS-jel. Nagyon ocsmány a grafikája amúgy. Egy ilyen GTA 3, nem tudom, 3x 4x szebb. Melyik az olyan? Az a állatkertes. My Free Zoo. My Free GTA. Eszkere. Pillanat, éppen biszket a homlokom. Megtelt meg, ja. Megvakarom, minden. De megint megtelt a helyet. Még ugyanúgy ott vannak a clusterök amúgy, azt nézem. Szerinted bebukolna, hogyha felszennék egyet? A fasz tudja. Itt már nem tudok én már semmit sem. De azt tudod, hogy el van baszva a Saints Row 2. Az biztos. Egyébként tudod, hogy ez a háromnak a városa. A Galabola. Csak sötétben játszunk benne. Igen. Erre rájöttem. Még egy kis nappali vidágosság az azért kell. Ez olyan, mint a három lenne egyébként, csak izé, zinyekekkel. Igen. Olyan, azt hittem, hogy te azt mondod, olyan, mint Pál Dénes. Mondom, hát, majdnem, majdnem. Olyan, mint a horvár. Fú, geci. Aj, ez annyira jó volt. Lár, mert... a horvát argentin 3-0, egy kalap szar. Lehet majd ilyen tankos felvonulás lesz majd a születi fesztiválon szalókom? Szép. Amit törtök ebbe volt a négy embert? Igen. Olyan szar vagy, mint az AMD-s processzoroknak a hűtője. Jó, oké. Mi az kifele fűtőz? Most mennyi izéje van életerőcsikének embernek? Megöltem! Skrrrrap! De hát így megjelenem tőle, mikor meghal valaki, akkor így körbe rajzolják. Lelőjem, vagy ne? Lehet választani? Nem. Hát akkor lőj le! Várjál, még nem. Lelőtte magától, bazd meg! Okay, that's it. I've seen enough, I'm out of here. Ez tényleg nagyon könnyű volt. Hol van a producer? Save the planet. De ez egy filmforgatás volt? Ugye? Nem, Death Row. Heavy minigun. Azért vannak itt fegyverek. Ezt mind a fegyverből lehet választani? Igen. Quest? Norbi? Igen. Gyere, ide. Te látod, ami a kezembe van? Nem. Bal kezembe. Nem.
Látod? Mi lóg ki belőle? Hallod? Köröm? Nem látom. Tojszámkártyöket. De nem tudom mi a faszom ez. De hallod? Konkrétan van egy vasdarab a kezembe. Mi a fasz? Azt a kurva, szegény. Hát mit csináltál? Túl sok volt a rakatos munka. Lehet, hogy iPhone 10 van a közel, a fasz tűnik. Hagyjad iPhone 10-et, mert gutát kapok. Még az életkedvet is elveszi, ami nyilvbe kerül. Eddig szóval csak... De figyelj, az új iPhone-nak a prototípusa, az iPhone X Plus-nak 27 millió forint. Hát azon gondolkodtam, hogy a Left 4 Dead 2-t... Azon gondolkodtam, hogy megveszem. A Left 4 Dead 2-t vegyem meg, vagy azt, de inkább akkor Left 4 Dead 2-t inkább. Azért, mert az a Left 4 Dead 2 többe körül, azért. Ez is egész egy film egyébként. A végén meg azt merem elképzelni, hogy nem elindítottuk a DLC-t. Mondom, hogy a szédrofáram a játszó, csak be van bugolva az én. De játszottam már a DLC-kkel? Igen. Ez nem a DLC, ugye? Mert mindig azt mondja, mert... Igen. Mert mindig azt mondja, hogy Enter the Dominatrix. Na, hogy elindítottuk a DLC-t, hogy lesz abba a végigjátszás? Ha így. Egyébként szerintem a DLC-ket becsak az izét tartalmazza. Tudod, az ilyen fegyverek, ilyen fasság. Nem, mert van a karácsonyi megmentés is. Amúgy én azt megcsináltam, és nekem ugyanúgy ott maradt, mint a háromba. Jajjaj! De mindig azt mondja, Dominatrix. Hát várjunk már, a tanga bugyibomba már. Várjunk meg kicsit. Most már kezdek aggódni. Ez volt a véleményed. Majd azt mondom, kicsim. Figyel a fejé. Figyeljetek már, mindenkinek mondom. Elindítjuk a DLC-t. Ez egy DLC. Most ő vízbe folytottad magad, ez mi? Emiatt, hogy mi van? Nem baj az, akkor legyen így, hát most... DLC részt gyerünk. Reakcióm, tudod mi? Hallod, én nem ezt raktam be. Ez mi? Ez egy új tánc. Várj, figyelj, mindjárt. Anyádik! Hát, mit akart itt el? Hát, szülye! De ő tud jönni, a barátunk? Majd megoldja. Majd jön bussza. Amire beleveltem. 20 perces készéssel vagyunk.
De figyeld, milyen táncom van, én nem is raktam be ilyet, nézd. De be van buggolva, figyeld, nézd. Vélemény. Hát bocsánat, hogyha valaki úgy akart, hogy mit a DLC, majd az így lesz, majd nem lesz az, hogy ez a DLC, az a DLC, a Saints Row végjátszás lesz, és abban benne lesz a DLC és a minden. Nem külön-külön. Háromban is így volt norm. Ja, tényleg, úgy csináltak abban is, jó van. Ja, szóval ez a Dominatrix, ez a kurva. Nem tudom, mire gondoltam, hogy domino, ilyen, ez ilyen... Szadomazó. Értem. Dorinatrix. Dorinatrix. Hova tűnt a barát? Figyelj, várjál, még nem, na most. Figyelj. AAAAAAAAAAAAAA! Nézzük már meg ezeket a fegyvereket. Ja, ship, shop is locked, jó. Milyen National Geographic Pierce név, vagy mi volt oda írva? Hacker. Beírta volna az, hogy EA Sports. Save Chris. Vagy Pierce. Be van zárva a kupola alá, vagy mi? A búra alatt? Hát Stephen King. Régen, régen régen külön vihetnék. Ez egy ilyen állatkert? Lehet adni valamikor jártam állatnak, majomnak, vagy mi? Valami... Kik ezek a kurvák? Ezek férfiak, csak úgy mondom. De hím kurvák. Férfiak, ott van a nő! Férfiak. Hát... Mostanában már egyezlek a nemek szóval, nem mindegy. Én nem tudtam, hogy ilyen szép, szép férfiak is ennek. Volna olyan nálam, nem néztem úgy, ez egy ilyen kulisszatitok. Nem néztem annyira, hogy a tegeket a mondjuk egy oldalon. És akkor így nem vettem észre, hogy az nem nő, hanem férfi. És akkor így elővette a szerszámot, és olyan hány inger előtt a gép előtt, hogy azóta én nem nézek pornót. Én még nem is láttam. Hát tudom, hogy nem. Azt tudom, mi az. Persze. Blow job. Amúgy először 4 évesen láttam. Unoka tesó mondta, hogy mutat nekem izét. Harry Pottert. A bot benne volt amúgy, csak máshogy. Voltak varázslatok benne? De még milyenek. Amikor Fülibe is csopták, Gerci. A végén, hogyha nagyon kifáradtak, volt abrakadabra. Abrakadabra az az. Kapitulátus. Emlékszem, hogy egy néger pasi volt, egy fehér csaj, tudod, hogy mindig rossz. Amiből ilyen pillanatszakadás szokott következni. És arra emlékszek, egy szaunából jöttek ki, és a néger már úgy jött ki, hogy akkora fasza volt, hallod, hogy elszényeltem magam. És mondta nekem úrnak, hogy nézd, most jön a jó rész. Hát mondom, tudod, ilyen kis aranyos hangban. Hát ez nem is, izé. Nem is Harry Potter. Nem is Harry Potter. Nem is Harry Potter. Mindjárt mondom. Nem is voltak négerek a Harry Potterben. Visszanézve. Főleg, hogy volt ez orruk is. Férfiakban. Voldemort. Hát én úgy találkoztam az első ilyen... Egy ilyen videókazettával találkoztam. Apa hozta hazafele. Aztán kisfiam így átizélte, így azt leragasztott, ilyen papír, ilyen blikk, vagy nem tudom mi volt, újságpapírra leragasztott. A kisfiam ezt a kazettát tenn már, mert utána menj már ki a szobából egyből. Yeah,
aztán felvettem ilyen nagyon nagy hangerőre, és akkor tehát lehetett hallani, mert minden. Aztán így bemenjek, ezt a ször volt ott minden. Hát valami 80-as években pornó lehetett. Nem szeretnék fel még a borotvát. Oda volt German, oda az volt oda írva, szóval. Akkor tisztán emlékszel rá. Hány éves lettél akkor? Nem voltam olyan fiatal. Hát én 4 évesen látom, ami szerintem az elég durva. 10. Hát én már akkor basztam a hűtőt. Hát igen, más generáció, generation. Már 4 évesek jobban tudják, hogy kell baszni, mint egy 18. Óvodában már az csöcske már... Izé lesz. Már úgy hozzák egymást, nem jár, izé, azt mondják, hogy jártanak, akkor felbasszák egymást tetőre, fú, nyomják hallani, mint kurvére. Ott már megy a homokba rajzolt szerelem. És itt tudod így, annyit hall az óvónő, ez folyik, ez folyik! Hány? Dík! Ezek basztak osztódnak! Amúgy ez a shotgun, ami nekem van, ez retekszik. Nekem kéne, nekem is ilyen ördög... mi az? Agancs. Ja? Nem tudom minek. Úgy videóznánk, úgy csinál, out lesz videót, úgy mennénk fel. Abba lenni. Metin 2 mester. Te Metin 2-ztél? Én, kurva sokat. Te? Húr, ná. Kollégiumban nagyon Metin 2-ztök. Én meg írtam befele a GTA place. Nézd ott, izé, a Liberty City Stories videógon, vagy Vice City Stories videógon, ugye az, én nem tudtam akkor még venni ilyen port, vagy valami jó volt, izé, emulátor. Én sose játszottok ezek a GTA-kkal. Beleképzeltem magam, még jöttem hazafele, meg még így itthon is azon gondolom, így a küldetésében volt, amit láttam a videóban. Nekem siák voltak egyébként. Egyszer én akartam Lance-ről egy regényt. Új, bassz meg! Egyébként nekem is sokszor volt ilyen, hogy bajosokba éreztem magam, meg hókemberbe, geci. Megpróbáltam felmászni a kerítésre, fennakadtam. Az rögtön azt mondtam minden pókemberbe, anya! Hát ez még Peter Parkernek a korai életében egy ilyen szakasz volt. Amikor még kezdett érni a pöcse, nem. Akkor lehetett volna még jól mászkálni, mert ugye nem kellett volna attól félni, hogy pöcs megsérül. Egyébként tényleg, hogy a faszomban nem üt meg a pöcsét? Meg van egy jobb pókember is, amivel látszik, hogy felállt a fasz. Az háromszor újra néztem. Egy pillanat. Mármint az egész filmet. Pillanat? Nagyon hangos a dialógus. Jó. Aztán mérjük egy lázat pozit. Tudj, kiírná 38-9. És akkor már temetném magam. Nem az ember, hogy beveszek egy rúgófen. Mennyit néztél abból a bizonyos játékból? Most 38-ra szemültött 2038 Detroit Become Human. Mennyit néztem? Aha. Eléggé sokat, miért? Ja, én is. Aztán... Ott... Na... Ez! NEM ÁR! Mi ez? Jó kilépés. Miért? Te kivel vagy? Mi az, hogy kivel vagyok? Mi van? Boring! What the hell are you doing? Boring! Mi az, hogy kivel te vagy? Hol vagy? Ja, te nem változtál, én átváltoztam Kinzivé. Én nem látok semmit. Ja, akkor... Én nem... Én fekete képejőt látok ritkán. Meg láthatatlan itt minden. Na. Most vissza, itt vagyok. Most menjünk Kinzihez. Én nem értem, mert meg a kurvák minket megerőszakoltak szerintem most... Nem tudom. Ezt te vagy a kocsival? Ja, nem is... Jó, már nincs is kocsi, mert fáradom. Én tudom a faszát. Milyen nulla szaft lehet ezek alatt, amúgy. Milyen szexrapszolgák voltak ezek. Azért itt nem vannak lyukok.
Ja, use device, bazd meg! Már nézzétek a pénáját, tudom mi látok. Tudom én meg. Nem mondasz, hogy nem. Kérlek, nézném meg. Dominatrixet megnézném. Tehát, hogy találkozom vele, egyből meg azt nézem majd meg. Meg a csecsét. De nem azért, de... Ő kis pizza. Nekem nagyobb van, geci. De ez a Dominatrix. Hát szemben is felőtt összetett volna. Kicsit úgy néz ki, mint a hóférke és a törpéből a boszorka. De mit akartam mondani? Ez milyen pornófilm? Ja, amúgy láttam ja. Már megvan. Megvan? Meg, hogyne. Na, ott tartottam, hogy... Na, ott abban a játékban, a Detroit, izé, blablabla, Become Human, ott van választás lehetőség, mert mint függ a döntési helyzet után van egészen más alakul a dolog. Persze. Egy fejlesztő csapat erről példát vehetne, Walking Dead. Life is Strange. De már új, majd más lesz a grafikai motor, motorja a Telltale játékoknak. Minek? Hát mert ez már 2004 óta használják, azt hiszem, azt olvastam. Mi teljesen jó szerintem. Hát a utolsó Walking Dead még így fog, ezzel fog íródni, készülni. Én nem követem azt a szériát. Well, if you had listened to my explanation instead of skipping the majority of it, you know the roads are also keeping her from escaping the area. Oh, right. Tökövé már meg. Most mit hasz neki? C-vitamin, vagy mi? Jaj. Köszönj, hogy megöltem úgy. És how many more must die? Pont itt a táblán elhallom meg, jó van. Szoknál a csöbetség Balázs. Ezt a szóval varázsoltad. Csipke Rózsika könyvben, hogy mi? Oda, oda küldtem szalókra. Kihez? Madárcsúcán. A pávékot kettő. Hát ezt Robi szokta használni, ezt a... Nézzét ezt a alkalmazást pornóban. A Need for Speed Carbon mellett pont jól mutatott. Ennyi volt az a DLC? Igen. Jó van. Örülj már neki, faszom. Hát már végül a résznek, mert lázott pérvég. Már nem érsz rám. Mi de? Dehogy nem. Csak közben nem missionezünk egy percig. Mert megnézem. Mert időirákos vagyok most. Hát olyanokat mondasz magadról, hogy még zse is megirigyelni. Még a suicide-osok is. Akkor ezt meg megcsináljuk gyors? Várjál már, hát nem bírok egy kézzel játszani, bazd. Jó, mert mit csinálsz? Lázat mérek. Ja, lázat mérek. Ja. Confirming mission start with Cotton Orbe. De ez már megint a DLC-s. Ezt nem kellett volna elfogadnunk. Ne lépjünk ki. Hát majd ezzel folytatjuk a következő rész. Na! De ezt mi nem láttuk? Jaj, kiléptem. Ó, mennünk a sex klubba. Nem ott fog. Ja, te ott laksz. Jó, hát megyünk a szexklubba a következő részben. Itt is vagyunk már szexklubba. Hát ondózatok velünk. Sziasztok. Álló.